külön adást kívánunk nektek. Hogy így mit van. Kívánunk? Hát először is szeretnénk bejelenteni valamit. A legutóbbi, a régi reklámokról szóló epizódunk volt a... Történetesen a 100. valaha készült őszintén órákról. 100 rész. Így van. Atya úristen. Igen, azért az egy elég kivételes szám, úgy gondolom. Főleg, hogy 2,5 éve, vagy hát 2 éve, a 3. éve csináljuk. Ja. Mert ugye 18 augusztus végén, szeptember elején volt az első. A kronométer.hu bemutatja őszintén órákról. Sziasztok! Sziasztok! Felvételünk, hát és az 2 éve volt, úgyhogy most kezdjük a 3. évet, úgy, hogy a 3. évadnak meg mindjárt vége. Igen, mert ugye a tél, utána egy év, meg utána most. Úgyhogy már mindjárt 4. évadba járunk, mint valami menő Netflixes sorozat, csak kisebb büdzsével, mint az a környezetből. Úgy mindenből látszik. Ja, úgyhogy megnéztük, 1.300.000 megtekintés környékén járunk. Ugye van néhány videó, amit csinált megtekintést a Kronométer csatornán, ami nem őszintén órákról. Így van, de így az is, nagyjából 30.000. Igen, de így is kb. 1.300.000 megtekintés, 100 videóra, az 13.000 megtekintés átlagosan. Az nagyon szép. Az egész, szép egész jó, már hátba veregethetjük saját magunkat, szép munka, köszönjük. Főleg úgy, hogy ha azt nézzük, akkor ez az órás dolog, főleg egy ilyen kicsi országban azért egy eléggé szűk valami, tehát hogyha kiskutyáról, vagy kisbabáról, vagy... Kindertaljás bontogatásból csinálni. Igen, vagy vicces csimpánzokról, akkor valószínűleg 2-0-val nagyobb lenne a megtekintésünk. De... Így is, 266.000 órán átnéztétek, azt mondja a YouTube. 266.000 órát ültek az emberek, ha ezt nem csináljuk, akkor az a 266.000 óra a világ szebbé, jobb átételére ment volna, de így mindenki ott kotlott a YouTube előtt, és nézte a medvét és a Petőfit, ennyi. Igen. Óriási. Úgyhogy bízunk benne, hogy még legalább lesz még egyszer ennyi legalább. Uh-huh. És hogy ti velünk tartotok majd akkor is. Egyre növekvő büdzsével. Nagyon szépen köszönjük a Patreon támogatóinknak, hogy továbbra is munkát adnak nekünk effektíve. Igen. Ugyanis a YouTube az elmúlt századás alatt 978 dollárnyi revenue-t, mi az, bevételt volt képes generálni. És az estimated, mert én ezt még nem láttam sehol megjelenni, hogy jóvá íródni, úgyhogy igen. Én azt mondom erre, hogy ezt így egy ilyen 70%-a ebből talán valid. Ja, tehát akkor az nagyjából 700 dollár, az 200.000 forint századásra, akkor 2000 forint adásonként, az elég jó. Az kevesebbet kéne Red Bull-t meg sört innom, mert így szerintem csődbe megyünk. Folytatjuk. Hát hú, az meleg azért. Ilyen a forgatási napra, az gyakorlatilag több, még ha vizet iszunk akkor is. Ja, és elég. Akkor még gyalog mentem a forgatásra. Szóval, hogyha a YouTube-on múlik, meg is gebethetünk, de mivel nem rajtuk múlik, hanem a Patreonokon, amik ti is lehettek, nagyon könnyen, havi 1000 forintért, 3 zöld hasúért, ugye? 3 dollártól indul. 3 dollártól indul, mert a dollár van, de 1000 forinttól tudtok minket támogatni. És tudod, mi nagyon durva? Azt a legfeljebb kihagyjuk, hogy tegnap nézegettem ott a statisztikákat, és ugye mielőtt még onnan bármi hozzánk kerülne, ugye van nyilván egy ilyen platform használati díj, nem olyan vészes, viszont ők a magyar adót, tehát Hungarian Text vonnak le, hogy ne nekünk kelljen adózni, tehát mi azt már tehát mi adómentesen kapjuk már meg azt a pénzt. Tehát az SZI-t levonják? Gyakorlatilag igen. Ami oh. Az, igen. Aztán. Úgyhogy milyen gondosak. Ez érdekes. Na, úgyhogy akkor inkább most megemeljük 2000-re másról limitet, ezek után ezt tudom, hogy jó, ennyi, de nyilván leadoztuk volna, de megre sem merre gondolni, hogy a Patreon mennyit kérte, mindegy, minden 3 dollárból legalább egy hozzánk kerül. Igen. Kettő egyébként. Kettő. Na, pláne. Úgyhogy... 15% a platformdíj, és 16% az SZIA. Na, tudjuk, hogy... Igen, tudtuk, hogy nem ebből, ezért még nem kell offshore céget csináljunk, meg nem is csinálnánk ilyet természetesen sorsé, de azért mégiscsak szeretnénk ezt az egész csatornát növelni, meg szeretnénk valakit a kamera mögött, aki figyeli, hogy az vegyen, mint ahogy most csak reménykedhetünk benne, hogy vesz. Szóval sok ilyen dolgot szeretnénk, és igen, és ezt visszaforgatni mindezt azért, hogy az órákról még minőségibb színvonalon egyszer majd a Watchfinder and Co-t is megszégyenítő színvonalon tudjunk forgatni nektek. És mindig kihagyjuk a vrisscseket. Mi van rajtad ma, Dávid? Rajtam egy Shun 023 van, ugye? Azt hiszem, igen. De egyébként az egy elképesztő jó allrounder amúgy, mert GMT is. Igen. Búváros, koronazáras, így van. Rakott indexes, uh-huh. És kinetik meghajtású. Tehát önfelhúzós, de kvarc, iszonyat pontos, és nagyon világít, mint általában minden. Minden Seiko. Rajtam meg a Lunar Rainbow. Én gondolkodtam is azon, hogy mi legyen ezen ünnepi alkalommal rajtam, és úgy gondoltam, hogy akkor legyen a Lunar Rainbow. Mind a kettőnkön kvarc van. Úristen! De egyébként én leginkább mostanában kvarcot hordok, tudom, hogy te is, úgyhogy azért ez nagyon durva. A fogorvosoknak is mindig csúnya a foguk, tisztelt a kivételnek,
az autószerelők általában ilyen kotvadékokkal járnak. Legyen mit bütykölni. Így van. Így van, úgyhogy nekünk kvarcot óráink vannak. És igen. Van más is, de ne aggódjatok, nem a patronos pénzt költjük a kvarc órákra, úgyhogy könyörgünk, támogassatok titeket, és akkor jön még száz, vagy minket, és akkor jön még ez századás. Jó egyébként ez a titeket, mert ugye az ott kapott dolgokból ugye mindig van valami apró kis nyeremény. Így van. A következő 266 ezer óráját is el szeretnénk toszni a nézőinknek, úgyhogy kérjük, gondoskodjatok erről ti is. Így van. Köszönjük, hogy néztétek eddig. Minden egyes percet meghálálunk abból a 15 millió 600 ezer percből, amit erre költöttetek. Hát az annyi. És igen, jön még több. Sziasztok! Sziasztok! Mostan indult, de jó lett. Ja. Mint mindig, picit lehet rövidebbre a kiregetős rész, de amúgy jó. Dehogyis! Most könyörgünk!